Üdvözlöm! Ön a Haraszti aktuális decemberi számát látja. Itt körülöttünk már karácsonyfa van, adventi koszorú, ez az időszak a családok életében a készülődésé. Egy város életében viszont a számításoké, másra készülünk, ilyenkor a jövő évi költségvetése. Hol tart ebben Dunaharaszti? Novembertől el szokott indulni ez a folyamat, és a december végére, január közepére szokott kikristályosodni, addigra tudunk már egy első olvasatot tenni a képviselők asztalára. Gyakorlatilag egy kicsit nehezebb a helyzetünk, mint az előző években. Nem kell ecsetelnem, hogy miért. Rezsijárak növekedtek, de tényleg nagyon komolyan tízszeresére. Sokkal több pénzt von el tőlünk a kormányzat, tehát mind egy 500 millió forinttal többet kell befizetnünk, mint tavaly a szolidaritási alapban. Tavaly be kellett fizetnünk 700 millió forintot, és idén pedig pont ennyivel, amit mondtam, ennyivel többet. Azt szokták mondani ugye, hogy harmadjára az igazi. Sikerült most talán elfogadni a harmadik évre a helyi adórendeletet, ez már két éve húzódik. Hát eddig is sikerült elfogadnunk az adóemelést, csak két éven keresztül a kormány nem engedte, nem csak Dunaharasztinak, hanem az egész országban azt, hogy az önkormányzatok adókat emeljenek meg. Most megint elfogadtuk ezt a szöveget, és bízunk benne azt, hogy most hatályba tud lépni ez az intézkedés. A kommunális adó ebben talán a legnagyobb mértékű emelés. Hát igen, gyakorlatilag ugye eddig 3000 forintot kellett befizetni háztartásokként évente, most 12000 forintra emeltük meg az évi befizetendő összeget, ez havonta 1000 forintot jelent. Módosult a díjrendelet is. Több tételben módosult a díjrendelet. Nincs erre idő, hogy az összeset felsoroljuk, de átlagban 10-20% közötti áremelésről beszélhetünk. Ezek is olyan tételek, amiket nem hiszem, hogy bármelyik háztartást meg fogja rendíteni, viszont a költségvetésnek egyben, mivel sok piciről van szó, azért valamennyit fog jelenteni. Mi a helyzet a közétkeztetési díjakkal? Hát ott is egy pici emelkedés van, tehát így is még egy nagyon olcsó szinten van, tehát a város ezt a közétkeztetésben résztvevő vállalkozásnak ezt elég vastagon kipótolja, tehát vigyáztunk arra, hogy az embereknek, a családoknak az életét ez ne nehezítse meg. A város költ energiahatékonysági beruházásokra, és ez is egyfajta spórolás. Ugyanazt próbáljuk tenni, mint egy család, próbáljuk csökkenteni a kiadásainkat, és ehhez persze bele kell nyúlni a zsebünkbe, mert rá kell fordítani. Két példát is tudok említeni, az egyik az orvosi rendelőnek a teteje, ami alkalmas arra, hogy napelemeket telepítsünk, a másik pedig a sportcsarnoknak a teteje. Egyébként nagyon sok beruházás már eleve így készült el, tehát az ódafelújításoknál, ódaépítéseknél ezekre már odafigyeltünk, de továbbiakban is vannak még lehetőségünk, a meseódánál is tudunk fejleszteni, kazán tudunk kicserélni, illetve tudjuk kombinálni például hőszivattyúval. Nem utolsó sorban saját erőből, tehát a két kollégánk segítségével járják végig az összes intézményt, és ahol lehet, és ez lehetséges, akkor saját magunk kicseréljük például az izzókat LED világítással. Folytatódik az Okos Zebra program, a legutóbb a Baktai téren adtak át egyet. Lesz még? Igen, hát ez a legutóbb, az tényleg ki kell emelni, mert ez lett volna egyik legfontosabb, hogy az legyen a legelső, de nem tudtuk ezt megtenni, mert az engedélyezés az nem ment olyan gyorsan, mint ahogy szerettük volna. És természetesen a következő évben, hogyha lesz rá forrásunk, én bízok benne, akkor többi, amire szintén már rendelkezünk engedéllyel, a többit is meg fogjuk így oldani. A zöld haraszti program sem állt meg, újabb faültetés. Igen, nyertünk pályázatot, több mint 70 fát telepítünk a temetőbe. Nyilván ezeknek kell még idő, hogy megrőjenek, hogy nem fognak rögtön árnyékot adni. Talán nem is annyira furcsa, hiszen karácsony környékén vagyunk, ilyenkor az ember sokkal többet gondol azokra a szeretteire, és akik már nincsenek velünk. És ebből a szempontból szintén egy fontos és jó hír, hogy a ravatolózót is fel tudtuk újítani. Változott egy picit a szociális ellátórendszer, a krízis helyzetben lévőket jobban kisegíti a város. Ezzel is próbáljuk azt a filozófiát erősíteni, hogy bár ugye az elején elmondtam, hogy egyre kevesebb a pénz, amiből gazdálkodunk, illetve többet kell befizetni, de ezekre forrásokra nem az elesett emberekhez szeretné nyúlni, és nem onnan szeretné megtakarítani, hanem erre továbbiakban is szeretnénk odafigyelni, hogy segítsen másokat. Tél van, nem nagy meglepetés, talán fog esni a hó. Felkészült a város a síkosságmentesítésre? Igen, erre mindig felkészülünk. Nem tudjuk, hogy fog esni a hó, tavaly például alig esett. Azt szeretném kérni mindenkitől, hogy ez nem úgy megy, hogy leesik a hó, és az összes utcán azonnal megszűnik a hó, és minden gyakorlatilag száraz lesz, vagy legalábbis sónedves. Kell idő, míg a gépek minden utcára oda fognak jutni, és az is lehet, hogy amíg már máshol voltak, utána
megint fog esni a hó, hogy mindenkitől türelmet kérek, és itt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy mindenkinek a saját járdaja előtt viszont kötelessége, hogy megtegye azt, hogy a síkosságmentesítést ki-ki maga elvégzi. Nem éppen játszóteres idő van, de ennek ellenére azért megújult két játszótér Dunaharasztin. A szigeten lévő játszótér az egyik legrégebbi, ezt még emlékszem 2003-ban építettük meg, azóta is azért újítgattuk, de most nagyon ráfért az, hogy egy sor játékot kicseréljük, illetve a új telep részén ott egy csúszta kötélpályát telepítettünk arra a játszótérre. Ez az ezévi utolsó adásunk. Ilyenkor mit üzen a polgármester? Hát az, hogy nem csak Dunaharasztin kritikus a helyzet, hanem az egész világban. Ilyenkor egy picit jobban oda kell figyelnünk egymásra, szeressük egymást, ez kicsit klissés, meg közhelyes, de mégis nagyon fontos, és békés, boldog karácsony szeretnék mindenkinek kívánni. Köszönöm szépen! Ön a Haraszti aktuális decemberi számát látta. Ezt az adásunkat és a korábbiakat is visszanézheti a dunaharaszti.hu oldalon, Dunaharaszti Város hivatalos Facebook és YouTube oldalán, a Kis Duna TV adásában, a Dunaharaszti Város nevű privát Facebook csoportban, valamint a dunaharasztionline.hu nevű portálon. Boldog, békés ünnepet kívánok én is Önöknek. Viszontlátásra!